Mi az a tojás diéta? Jó vagy rossz? Mindent, amit tudnak adatok róla. Maradjatok be! Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és a mai alkalommal egy érdekes diéta típust hoztam, nemrég igazából került köztudatba, aminek a neve tojás diéta, aminek a lényeg az lenne, hogy igazából szinte csak tojást eszünk egy nap, zöldségekkel, és erre alapozzuk az energiabevitelünket, az energiabevitelünk egy részét, hanem a teljes egészét. Ebben a videóban próbálom a legtudományosabban elemezni a tojás diétát, úgyhogy készüljetek fel! Na vágjunk is bele! A tojás diéta lényegében egy ketogén diéta fajta lenne, az egyik variánsa, prototípusa, aminek a lényege szintén az lenne, hogy elhagyjuk a szénhidrátot teljesen. Néhány ember ennél a diétánál megeszik napig 20-24 tojást, ami elég brutál, bár nem annyira brutál, mint az én 20 tojásos reggelim. Na most, az ötlet onnan jött, hogy a tojásban ugye már megtalálható az összes kulcsfontosságú tápanyag, ami az emberi testnek szükséges a túléléshez, tökéletes zsír és fehérje aránya benne, úgyhogy pont úgy, mint a ketogén diétában, itt is nagyon magas a zsír és a fehérje. Úgyhogy az emberek ezzel kezdték el csinálni. Viszont, mint tudjuk, a jóból is megállt a sok, ezért elmondanám az általam vélt négy okot, ami miatt a tojásdiéta nem jó, és nem kéne követni. Na kezdjünk neki! Első, sose jó, hogyha tápanyagainkat egyféle kajából visszük be. Na most egyféle étel hatására a testünk elkezd antitesteket termelni, ami az IgE és az IgG nevű hormont emeli, ami jeleket küld a testnek, hogy valami megtámadt az immunrendszer, így gyulladásba kerül. És akárhányszor ezt a bizonyos ételt fogyasztjuk, a testünk újra és újra antitesteket fog termelni, ami ezt a hatást fogja kiváltani, úgymond a testünk állandó gyulladásban lesz. Például okáért a legjobb példa erre a glutén. Az 1950-es években nem nagyon volt arra példa, hogy valaki gluténérzékeny lenne, de manapság szinte mindenki az. Ez pont ezért van. Ez nem azért van, mert a glutén megváltozott volna, hanem azért, mert az emberek túlfogyasztották túl sokat, fogyasztottak belőle, így a test elkezdett antitesteket termelni, amit gyulladásba hozta a testet. Így lett glutén intoleráns az illető. Na most hasonló dolog történik veled a testedben, amikor ugyanazt a kaját eszed állandóan 0-24-ben. Ugyanazt az egyféle kaját. Úgyhogy ezért fontos, hogyha diétázunk is, legyen egy kiszámolt kalóriabevitelünk, kalória igényének megfelelően, a fitness célunknak megfelelően, legyen kiszámolva és az alapján kezdjük el a diétát, változatos kajákkal, tehát többféle, ne egyféle kajára alapozva, hanem minimum legyen, vagy 10 féle kaja ételünkben. Második ok, túl magas omega 6 zsírsav. Na mi jelenthet ez? Mindjárt elmagyarázom. Na most, egy tojás omega profilja a következő. 1% omega 3 zsírsavat tartalmaz, ami nagyon jó. Viszont 14%-ban omega 6 zsírsavat tartalmaz, ami mindjárt elmondom, hogy miért nem jó. Hallottuk, hogy az omega zsírsavak azok jók. Ez igaz. Az omega 3 zsírsav az tökéletes. De túl sok omega 6 zsírsav gyulladásba hozza a testet, és hogyha állandóan ezeket esszük, akkor állandóan gyulladásba lesz a testünk. Úgyhogy a túl sok omega 6 zsírsav nem jó. Na most azt tudni kell, hogy az omega 3 és az omega 6 zsírsavak egyenlő arányban vannak a testünkben. Ennek így is kell lennie. Emiatt, hogy túl sok omega 6 zsírsavban gazdag ételt fogyasztunk, mondjuk a tojást állandóan, akkor ezt így fogja zökkenteni a testünket ebből az egyensúlyból, és ez nem jó, mert ez káros a testre. Tehát mi történik ez az omega 6 zsírsavval? Az omega 6 zsírsav feladata, hogy jelet küldjön, ha gyulladás van a testben. Például segíti az immunrendszer normál funkcióját, és gyulladásra utaló jelet küld, amikor a testnek a legnagyobb szüksége van rá. Ez az omega 6 zsírsav magas vérnyomást és vérrögöt provokál, a testnek kell, hogy elegendő omega 6 zsírsava legyen, hogy jelet tudjon küldeni vészhelyzet esetén, sürgősség esetén, viszont nem annyi, hogy állandó gyulladásban legyen. Most a másik probléma azzal, hogyha sokszoros az omega 6 az omega 3 zsírsavnak, az az, hogy az a gond, hogy mind a kettőt egy enzim tudja csak lebontani. Ez az enzim az omega 6 zsírsavat egy gyulladást előidéző formába alakítja. Ugyanez az enzim alakítja át az omega 3 zsírsavakat egy használható formában. Hogy miért csak egy enzim van mind a kettő zsírsavra, ezt sajnos senki nem tudja, de az emberiség így alakult, az emberek így fejlődtek, hogy jelenleg egy enzim jut mind a kettőre. Ezért is van az, hogy mind a kettő zsírsav, az omega 3 és az omega 6 zsírsav is ugyanazért az enzimért harcolnak, és az fog nyerni, akinek több zsírsav van. Tehát mondjuk
tegyük fel, állott egyedül az omega 3 zsírsavacska, hogy gyere ide enzim. Aztán ott van 20, másik omega 6 zsírsavacska, azt mondja, hogy gyere ide enzim. Na most az enzim oda fog menni, ahol nagyobb szüksége van rá. Tehát ebben az esetben az omega 6-hoz és az omega 1 zsírsavaddig vagy várni fog, vagy igazából ki fog ürülni a testből, anélkül, hogy felhasználta volna a testünk. Úgyhogy ezért is fontos az, hogy egyenlő arányba vigyük be mind a kettőt, és ne legyen túl nagy eltérés. Ne legyen az omega 6 zsírsav sokszoros az omega 3-nak. Tehát, hogyha állandóan omega 6 zsírsavban magas kajákat eszünk, és omega 3 zsírsavban alacsonyakat, akkor az omega 3 zsírsavakat a test soha nem fogja tudni átalakítani, és szerintem ez az egyik legnagyobb probléma a tojás diétával, hogy akkor omega 6, omega 3 zsírsav egyensúlytalanság fog fellépni a testünkben. Harmadikok, koleszterin. Mint ahogy már említettem egy másik videóban, a koleszterin az nem rossz dolog. Napi 1500 és 2000 mg között kell, hogy legyen a testünkben. Hogyha többet viszünk be, akkor a testünk kevesebbet fog termelni, hogyha meg kevesebbet viszünk be, akkor a testünk többet fog termelni. 75%-át a testünk termeli, és csak 25%-át visszük be kaják által. Úgyhogy, ha nem is eszünk semmilyen koleszterinben gazdag kaját, akkor a testünk akkor nem 75%-át fogja termelni, hanem lehet, hogy 95%-át. Tehát a lényeg, hogy a testünkkel nem fogunk tudni kibaszni, szép szóval. Ha kevesebbet fogyasztunk, ha többet, a testünk egyensúlyban akar maradni. Ha túl sok koleszterin viszünk be a testünkbe, a test ezt lebontja, kiüríti, és legnagyobb része fel sem fog szívódni. Úgyhogy ennyit erről, hogyha túl sok koleszterin viszünk be, akkor le fog esni a nem tudom mi a listánk, vagy szívomot fogunk kapni. De tovább mennék egy kicsit. Hagyj mondjak egy példát. Volt egy 17 klinikai teszt, ahol több mint 1100 ember vett részt, és ezeket az embereket egy alacsony szénhidrátos, magas zsír és magas fehér diétára tették rá, tehát szinte ketogén diétára. Az a lényeg, hogy 4 hónap után a koleszterin szintjük nem változott, tehát az LDL, azaz a rossz koleszterin, és a HDL, azaz a jó koleszterin szintjük nem változott. Tehát nem zökkentettek el a testet az egyensúlyból, a test hozzászokott, és azt szerint cselekedett, tehát azt szerint kezdte el termelni a saját koleszterinjét. Tehát még egyszer mondom, tojástól nem fog szívromot kapni, hanem az antitestek miatt, ugye, ahogy a testre elkezdi termelni az antitesteket, illetve az omega 6 zsírsav miatt, ami szintén gyulladásra viszi a testet, attól kaphat szívromot. De mondom, hogyha minden nap eszel 5-6 tojást, nem lesz bajod. De hogyha minden nap eszel csak, és csak is kizárólag tojást fog bevinni, akkor lehet ilyen problémád, hát nem tudom, rövid időn belül. És itt az utolsó, a negyedik, túl sok szulfúr. A tojásban található szulfúr az igazából gázossá tehet. Jelentősben az, hogy a túl sok tojást eszünk, akkor hát eléggé gázossá válhatunk is, furcsa tojásszagú lehet ott a gáz, ami kijön belőlünk, illetve azt nem árt tudni, hogy a szulfúr az egyik olyan ásványi anyag, ami a testben a legkevesebb van, tehát muszáj bevinnünk. Azért fontos, mert detoxikálja a testünket, tehát miért teríti a testünket, ez nagyon fontos. De túl sok szulfúr gázossá fog minket tenni, és olyan büdösek leszünk, hogy vehetünk bármilyen Tom Taylor-os parfümöt, vagy Armani parfümöt, lényegtelen nem fog rajtunk segíteni. Úgyhogy ezeket nem árt tudni. Tehát zárásképpen a tojás diétáról. Nem ajánlok csak tojás diétát követni, ugyanis rengeteg omega 6 zsírsav van benne, és rosszak az arányok, rossz az omega 6, omega 3 zsírsav arányai, és állandó gyulladásba fogja hozni testünket, illetve attól függetlenül, hogy tele vannak a tojások ásványanyagokkal és vitaminokkal, ez nagyon szép és jó, de sajnos a mai világban egyre több az átdolgozott hormonokkal kezelt tojások, és sajnos ez negatív hatással lesz egészségünkre. Ezekkel a vitaminokkal, meg az ásványanyagokkal, amik a tojásban vannak, az átdolgozott tojásokban, testünk nem tud mit kezdeni, nem tudnak felszívódni, úgyhogy ha tojást veszünk, akkor mindenképpen valami bio, vagy valami farm, vagy valami falusi tojást vegyünk, gyerekek, mert higgyétek el, hogy az ezerszer jobb. Többbe fog kerülni, de higgyétek, hogy megéri, ugyanis az egészségetekbe fogtok fektetni. Időt, pénzt, energiát. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, és informatívnak gondoltátok, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy nyomjon rá egy lájkot, osszátok meg olyan, az olyan emberekkel, akik tojás diétát próbálták meg, vagy csinálták meg, manapság egyre több az ilyen. Fontos szerintem ezt tudni, hogyha
ilyen diétát követünk, hogy milyen hátrányok lehetnek, milyen hátrányok számozhat belőle. Igen, lehetnek pozitívumai, ahogy már említettem, de ez olyan dolog, amit nem lehet túl sokáig követni. Nem szabad túl sokáig követni, mert ez csak negatív hatással lesz egészségünkre. Ha diétát szeretnétek, ha személyre szabott étrendet vagy edzéstervet szeretnétek, nyugodtan írjatok nekem Facebookon, vagy Instagramon, privátba, vagy ott van az Aramtari Profizik oldal, Facebook oldal, azokat azt nyugodtan kövessétek és írjatok, és leírom nektek a személyre szabott étrend és edzésterv menetét és árát is. Van az online program, egyre többen vesznek részt, hál' Istennek, és egyre többen élnek el jó eredményeket, nagyon sokan, tehát mondom, az átlagfogyás havi szinten 5-6-7 kiló. Tehát igazából ez az 5-6 kiló az a simán mindenkiről. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam. Peace!